Magyarországon az egyik legjobb center. Nagyon jó játékosnak tartom a Marcit, kivéve ha Keller Ákossal kerül szemben. Most élete formájában játszik, és hogy az Adria Ligában az egyik legjobb játékos, ezért magáért beszél. Nagyon jó játékosnak tartottam, és tartom. Pályafutása talán a legjobb szezonját produkálja most. Nagyon jól össze van rakva. Báder Márton élete formájában játszik. Ezt mondják róla kosaras körökben, és ezt írja róla a sajtó. Ő mégis inkább fáradtságot érez így évvége előtt. Elég fárasztó és elég életeltek vagyunk rajta. Most egy kicsit kijött ez a sorozat, megmondom őszintén. Azt mondja, ez a fáradtság legalább annyira pszichikai, mint fizikai, így muszáj a kosárlabda mellett életén változtatnia. Amikor 20 éves voltam, akkor a kosárlabdán, az edzéseken kívüli életem is csak a kosárlabda körül forgott. Most azért már érzem azt, hogy szükségem van megújulásra. Nagyon türelmes játék, és Báder is be tudja tenni három magas ember gyűrűjében. Egyéni teljesítménye alapján választották már az Eurochallenge csoportkör második fordulójának legértékesebb játékosává, és az Adria Ligában is az egyik legjobbnak számít. Tiszta vagyok azzal, hogy az én jó teljesítményem az nagyon kell ahhoz, hogy a csapatom jól szerepeljen. Ezért nyilván törekszem arra, hogy ezt a eddigi jó teljesítményt vigyem tovább, és tényleg, ha lehet, akkor a szezon végéig kitartson. Habár Marci nem számít idősnek, 32 évével a tapasztaltabbak közé tartozik, és a kor kérdése folyton felmerült az interjú alatt. Nem érzem magam öregnek, sőt úgy érzem, hogy az előm teljében vagyok, de jövő heti két meccset játszunk, és a meccs elég sokat játszom a mérkőzéseken. Ezért azért nyilván a mérkőzések másnapján azért úgy érzem azt, hogy itt ott fáj. Már nem tudom, mikor aludtam úgy, hogy mondjuk éjjel megkeltem volna, amiatt, hogy fáj valami. Tehát ezek a dolgok a pihenésemet is sajnos így végigkísérik, de ez van. Szeret Szolnokon játszani, habár az Adria Ligában jelenleg sereghajtók bízik benne, hogy ez még változni fog. Sokkal jobb így játszani Szolnokért, Magyarországért, mint mondjuk, amikor külföldön légiós voltam. Ahogy egy-két ember több győzelmet várna, nyilván mi is így vagyunk ezzel, de az ember objektíven és reálisan nézi a dolgokat, akkor el kell fogadni azt, hogy ezek a dolgok nem mennek egyik napra a másikra. Ehhez a játékosok, a klubvezetés és a szurkolók türelmére is szükség van. Ha már játékosok, azért is szereti Szolnokot, mert jó a közösség. Egyik jó barátja, Fodor Marci lévén például ugyanabban a házban lakik több csapattag is a belvárosban. A Trepák Zoli is, utána a Horváth Ákos is, aztán a Német Isti is idén abban a házban költözött. Úgyhogy kicsit ilyen Melrose Place jellegű az egyszerűlés. Már nem a magánéleti dolgok nyilván. Állandó szakértőnket, az egyetlen magyar NBA játékost is megkérdeztük Marciról. Egyébként mindketten játszottak a Honvédnál és az Albánál váltották egymást. Sose volt az, aki mondtam, pont erős játékos, aki ilyen 20-25 pontokat dobál, viszont magasságából, testalkatából adódóan nagyon jó lepattanózó volt, védekezni is jól tudott, és szerintem ebben egyre jobb lett, ahogy ugye a rutin is rárakódott, és most pont azért elérte a csúcspontot, úgymond a karrierje. Természetesen a csapat is kell hozzá, és a megfelelő játék is kell ahhoz, hogy egy játékos kifussa a legtöbbet, vagy kihozza a legtöbbet magából, de hát neki most sikerül. Talán a karrierem csúcsára teszem azt, hogy Szolnok, hogy a Szolnok csapatában mondjuk Eurochallenge Final Four-t játszhatunk, vagy itt az Adria Ligában játszhatunk. Nagy csapatok ellen, olyan csapatok ellen, akik Euroligában, Eurókupában játszanak, és emiatt az Adria Liga Európa egyik legerősebb bajnoksága. Habár Marci igyekszik távol tartani a médiát magánéletétől, így nem sokat tudhatunk civil életéről, azért a sportklub kedvéért a nyáron már bemutatta két jó barátját. Most pedig édesanyja egyik különös szokásáról is mesél nekünk. Ő szereti elrakni az újságcikkeket, szerette elrakni mérkőzéseket, úgyhogy mindig nagy harc van, és hogyha esetleg én valahogy nyilatkozom, vagy valami újságcikk megjelenik rólam, ami viszonylag sűrű, akkor, és nem szólok, akkor teljesen miért nem szóltál? Hát ott volt és tudtad, és tehát azért egyszer valami karácsonykor így elő is vette, hát nem kicsi, egy ilyen óriási mappa, és tényleg jól visszaolvasni, még úgy is, hogy még mindig aktív kosaras vagyok.
Nem is akármennyire, hiszen ahogy az elején kezdtük is, talán most van élete legjobb formájában. Szóval, hogyha így megy neki a játék a továbbiakban is, akkor lehet, hogy egy külön szoba kell majd az újságokból kivágott cikkeknek és média megjelenéseknek.